Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! A Tatai Televízió napi híradóját látják április 18-án csütörtök este. Tartsanak velünk! Könnyebben akadnak horogra idén a nagyobb pontyok, növelték a hal populációt a Cseke-tóban. Hamarosan indul a lomtalanítás, az elektronikai és veszélyes hulladék is leadható lesz a kijelölt helyszíneken. Megzenésített versekkel várt a közönségét a Kulturhakni zenekar. Játékos sportversenyt szerveztek a fogyatékkal élőknek a Vasariban. Telepítésekkel pótolták az állományt a Cseke-tavon. Összesen mintegy 40 mázsahal érkezett a tóba, többségük nagyobb méretű, három nyaras ponty. A Tatai Sporthorgász és Környezetvédő Egyesület a már megkezdődött szezonban szeretne ezzel a beavatkozással jobb horgászélményt nyújtani a tagjainak és vendégeknek. Kisebb tömeg gyűlt össze a Cseke-tó partján a kamion érkezésével. Réti Majorból szállították az állatokat Tatára, amivel a helyi halállományt szeretnék frissíteni a szakemberek. Több száz különböző méretű pontyot engedtek a vízbe, a beavatkozástól jobb fogásarányt és még több horgászt várnak. 30 mázsa háromnyaras, piaci halnak hívják, ezek durván 2-2,5 kilósak. A megállapodásunk szerint ennek a 30 mázsának durván a 10%-a, az 3-4 kilós, tehát méretesebb, nagyobb élmény a horgászok számára. Emellett hoztunk most 10 mázsa kétnyaras halat, ezek olyan 60-90 dekások. Reményeink szerint évvégére ezek is fogható méretűek lesznek. A telepítésnek állomány pótlása célja, a Cseke-tavat elsősorban horgászvízként használják, de a ponty természetes szaporodása még nem állt helyre. A horgász szezon már elkezdődött, a fogási naplók szerint a korábbi októberi telepítésnek is jó eredményei voltak. Durván 10 mázsát fogtak vissza, tehát nyilvánvalóan nem volt üres a tó korábban sem, de 20 mázsa hal biztosan volt benne, amit adminisztratíve is tudunk igazolni. A mostani pótlással együtt azt mondhatjuk, hogy olyan 60 mázsa biztosan van benne. A szezon, a első verseny, a szezonnyitó vagy évadnyitó horgászversenyünk, az most április 27-én reggel 8 órától délig fog tartani. Reméljük, hogy hatalmas érdeklődéssel és még nagyobb horgász sikerekkel fogjuk megörvendeztetni a horgászainkat, mint ahogy, hogy hangsúlyozzam ki, ezt a telepítést is, mint kellemes húsvéti ünnepeket kívánva próbáltuk előrébb hozni, hiszen most a húsvéti szabadnapokon, pihenőnapokon, ünnepnapokon a horgászok biztosan meg fognak minket tisztelni a jelenlétükkel, és hódolni fognak a szenvedélyüknek. A telepítésre a Tatai Sporthorgász és Környezetvédő Egyesület tagságának finanszírozásával került sor, akik így az állomány védelmére is fokozott lépéseket tesznek a következő időszakban. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a saját pénzünkön, a tagság pénzén beszerzett halat lehetőség szerint megóvjuk. Nagy szerencsénkre a saját ellenőreinken kívül a munkánkat segítik a társ szervezetek, elsősorban a Rektó Kft., illetve az Aranypont Zrt.-nek a ellenőrei tevékenységükkel nagyban hozzájárulnak, hogy mi nyugodtan tudjunk aludni, bízva abban, hogy a horgászaink fogják majd kifogni a halakat, nem pedig holmi rapsicok viszik el a mi általunk telepített igen szép állományt. Szinte minden tatai háztartásba eljutottak már a lomtalanításról szóló szórólapok. Az első körzet lakóinak április 25-e reggel 7 óráig kell jól látható helyre kihelyezni a lomokat. Ezeket egy köbméter térfogathatárig szállítják majd el a városgazda munkatársai. Áprilistól májusig tart idén a lomtalanítási időszak városunkban. A korábban megszokott rend szerint most is 5 körzetre osztották a területet a városgazda szakemberei, melyről a szórólapokon és az interneten is tájékozódhat a lakosság. Egy köbméteres mennyiségig lakható ki családonként, és a kollégák ezeket fogják elszállítani. Nagyon fontos, hogy hatalmas, nagyméretű, amit kézi erővel nem tudnak a kollégák mozgatni, olyanokat ne tegyünk ki a helyszín, azokat nem tudják a kollégák elvinni, és a megfelelő időpontba rakják ki a lomhulladékot, ez nagyon fontos. Azért is nagyon fontos, erre külön felhívom a
tataiak figyelmét, hogy a körzetekben lévő időpont első napjáig kell, hogy kirakják a hulladékot, és ha egy helyszínen elmegyünk, egy utcába már végig megyünk, arra már nincs lehetőség, hogy még egyszer visszamenjünk ugyanabba az utcába, mert valaki később rakta ki a hulladékot. Tehát ha végig megyünk egy utcán, az adott utcán, ott többet már nem tudunk visszamenni. A Városgazda munkatársai továbbra sem szállítják el a házak elé kihelyezett akkumulátorokat, festékes, vegyszeres tárgyakat, autógumit vagy építési törmeléket. Ugyanakkor az elektronikai és veszélyes hulladékok leadására kijelölt napokon és helyszíneken lehetőség nyílik idén. Kivételesen az elmúlt évekhez képest eltérő módon egy napon szervezünk veszélyes anyag elszállítást is. Természetesen a szórólapokon szintén megtalálható, hogy milyen mennyiségben, milyen módon lehet az adott helyszínre elvinni a veszélyes hulladékot. Ezen kívül ugyanúgy megmarad az kétszeri lehetőség az elektronikus és hasonló berendezések leadására, szintén megtalálható az interneten szórólapokon ennek a módja és a pontos dátuma. És ezért kérem is a kedves lakókat, hogy ilyen elektromos és veszélyes hulladékokat ne rakjanak ki a ház elé, hanem azt a helyszínre, az adott időpontba juttassák el. Az elektronikai hulladékok központi gyűjtését május 2-án az Agostyáni úti parkolóban, május 9-én a Környei úti parkolóban tartják 10 órától 17 óráig. A veszélyes hulladékokat speciális feltételekkel május 15-én a Környei úti parkolóban veszik majd át. A hagyományos lomtalanítás az első körzet számára jövő hét csütörtökön kezdődik. Kérem szépen a kedves tataiakat, hogy mivel az első nap, az első körzet első napja április 25-ével, tehát veszi kezdetét a lomtalanítás, az ünnepek ideje alatt még ne rakjuk ki a szemetet, a lomhulladékot a városba, hagyj teljen el az ünnep szép városképpel, és utána pedig majd kezdődik a lomtalanítás. Zenés verses koncerttel várta az érdeklődőket a napokban a Kultúrhakni zenekar. A Magyar Költészet napjához kapcsolódva jazz műsoruk mellett saját megzenésített verseiket is meghallgathatta a közönség, de a műsorban ismert költők, előadó művészek is közreműködtek. Zenesíjetek, most nem rohanok, most nem tervezek, most nem akarok. Rendhagyó koncertélményben lehetett része a tatai közönségnek. Április 12-én ugyanis a Kultúrhakni elnevezésű formáció a költészet napja alkalmából készült egy különleges produkcióval. Az együttes fellépésének tematikája a 12 vers, 12 dal címet követte, így egy sokszínű este várta a kultúra kedvelő érdeklődőket. Két költőnő, aki itt él közöttünk, Köllő Krisztina, illetve Kovács Enikő, és egy előadóművész, színművész, Turek Miklós, akivel egy melodrámok produkciót is be fogunk mutatni. Ahogy látszik, nagyon sokan érdeklődnek ez iránt, az esemény iránt. Most körülbelül olyan 100 vendégünk van, ez jellemzően a Kultúrhaknis bulikon is így szokott lenni. Hát szerintem minden olyan zenekart manapság szeret a közönség, ami élő zenét szolgáltat. Ugye ez egyre kevesebb, tehát mi élő hangszerekkel játszunk, ugye dob, basszus, zongora, gitár, néha a szaxofon. Öten vagyunk, 7 éve játszunk együtt, és hát így a tagjai a zenekarnak, hogy Járóka Béla gitározik, őt elég sokan ismerik, illetve szintén tatai öreg motoros Zsombok József. A többi része a zenekarnak egy családi produkció, ugyanis a feleségem basszusgitározik, sógornőm énekel, én meg vezetem ezt az egészet, illetve sokféle hangszeren játszom. Tehát inkább az élőzenének a varázsa, ami most szerintem inkább már megkapó. Talán egy zenésznek az a legfontosabb cél, hogy szórakoztatni tudjon, illetve benne tudjon lenni a köztudatban, legyen egy kialakult törzsközönsége. Ez nálunk abszolút hobbi formáció, tehát most már ilyen megélhetési szempontok szerint ugye nem kell muzsikálásba gondolkodnunk, hanem inkább az, hogy egy törzsközönséget ugye toborozva tudjunk néha-néha megjelenni. Nekem van egy olyan feltett szándékom, hogy ez a hétköznapi zenés esték sorozat, amiben mi általában megjelenünk, ez vagy csütörtök, vagy péntek, hogy próbálja meg az ember a hétköznapokat egy kicsit tartalmasabban tölteni, tehát ne a tévé meg a Facebook előtt. Úgyhogy mindig mindenki mozduljon ki, találkozzon emberekkel, jöjjön át, aztán rengeteg jó vendéglátóegység van, és hát így használja ki a hétköznapi este a lehetőségeket. 11 éves kezdeményezés folytatódott ma a Vasariban. A fogyatékossággal élők számára szervezett sporteseményre ma már nem csak megyénkből érkeztek résztvevő csapatok. A szervezők azt szerették volna, hogy a különböző értelmi, testi nehézségekkel élők is ugyanúgy megélhessék a versenyzés és a sport örömét. A második futamban a Dunalmás lesz az egyik
1-es pályán, a Győr lesz a 2-es pályán. Gyors pályabeosztás után vette kezdetét a verseny a Vaszari János általános iskola tornacsarnokában. Felkészülni! A Duna-Almási győri csapatok mellett tatai, komáromi, tatabányai és síkvölgyi résztvevői is vannak évek óta a játékos sportversenynek. A fogyatékos emberek is tudjanak egymással versenyezni, sportolni, megélhessék a sportörömét, a versenylást, és gyakorlatilag találkozhassanak egymással. Teljesen ügyességre, illetve hát részben gyorsaságra is alapuló verseny. Ezek a mostani játékszámok gyakorlatilag az ügyességükre alapozzák a fölkészítést, az együttműködésre, a közös munkára és hát a csapat szellemre, és ebből a szempontból mindegyik játék nagyon-nagyon izgalmas és látványos. Az egészséges emberek is szeretnek versenyezni, szeretnek drukkolni, szeretik egymást megmérni, vagy egymás között megmérni magukat. A fogyatékos embereknek ez ugyanúgy jellemző, ugyanúgy élnek, ugyanúgy szeretnek, ugyanúgy élveznek ők is mindenféle dolgot, mindahogy a sportot is, de szeretettel is mégis megmérkőznek, és ad nekik egyfajta sikerélményt. Valamikor sok-sok évvel ezelőtt ennek a tatai értelmi fogyatékos napközi otthonnak lehettem a vezetője, így különösen is a szívemben vannak ők, nagyon-nagyon szeretem ezt a közösséget. Azt gondolom, hogy az a értelmi fogyatékos közösség, azok a sérült emberek, akik itt élnek közöttünk, ugyanolyan dolgokra van szükségük, mint nekünk sok esetben, vagyis hogy nekik is szükségük van barátkozásra, mások megismerésére, erejüknek a megmutatására, ügyességük megmutatására, és ez a játék ez erre nagyon-nagyon alkalmas. Úgyhogy nagyon köszönöm Bolvári András igazgató úrnak, hogy ezt a versenyt az idén is megszervezték. Köszönjük a Vaszari iskolának a sportcsarnokot, és azt, hogy a tanár úr, a igazgatónő nagyban segíti ezt a versenyt. Nagyon jó dolog az, hogy a épek ilyen formában is segítsük azokat, akiknek nehezebb egy kicsit az élet valami miatt. Úgyhogy nem tudok más mondani, mint hogy nagyon-nagyon jó versenyzést, és sok-sok örömet továbbra is a közös játékban. A Juniorka bölcsőde munkatársai tájékoztatják a tisztelt szülőket, hogy a 2019-2020-as nevelési évre a bölcsődei jelentkezés május 13-a és 15-e között lesz lehetséges a Bacsó Béla út 66/1 szám alatt. A feltvételeket május 20-a és május 24-e között bírálják el, a szülőket május 27-én értesítik az eredményekről. A bölcsődei beiratkozás kapcsán tett közzé hasznos információkat a Csillagsziget bölcsőde is. Náluk a beiratkozás május 13-án, 14-én és 15-én lesz lehetséges. Ezek hétfői, keddi és szerdai napok 9 órától 16 óráig az új út 14/A szám alatt. A bölcsőde munkatársai kérik a kedves szülőket, hogy a gyermek és a szülő lakcímkártyáját, illetve a gyermek tajkártyáját semmi esetre se felejtsék otthon a beiratkozáskor. Fogadónapot tart dr. Beró Herrietta alpolgármester és a 6. egyéni választókerület képviselője. Április 25-én csütörtökön 8 órától 10 óráig fogadja a hozzáfordulókat a Városházán a Kossuth tér 1 szám alatt az első emelet 101-es szobájában. A találkozó előzetes telefonos egyeztetéshez kötött, ezt a 34-es körzet 588-as 611-es telefonszámon tehetik meg. Húsvét hétvégéjén bárki betekinthet a végvári tábori élet rejtelmeibe a Tatai Vár udvarán. A szervezők vívással, íjászkodással, fegyver és viselet bemutatóval várják a gyermekeket, családokat. A helyszínen személyesen Pálfi kapitány kalauzolja majd a vendégeket április 20-a és 22-e között. Felelősséggel az állatokért dr. Baranyi Béla állatorvos tart előadást a Felelős Állattartás napján május 6-án hétfőn 8 órakor a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár szervezésében a Vízimalom teremben. Várják iskolás csoportok jelentkezését is, amit a 34-es körzet 380-as 281-es telefonszámon lehet jelezni. Nyílt napot szervez a Magyar Honvédség 25. Klapka György lövészdandára. Április 26-án 8:30-tól délig várják az érdeklődőket technikai és fegyverbemutatókkal, gyermekakadálypályával, karate bemutatóval, egészségügyi foglalkozókkal és több toborzópont is lesz a helyszínen.
Csütörtök esti híreinket összefoglaljuk még egyszer, röviden. Könnyebben akadnak horogra idén a nagyobb pontyok, növelték a hal populációt a Cseke-tóban. Hamarosan indul a lomtalanítás, az elektronikai és veszélyes hulladék is leadható lesz a kijelölt helyszíneken. Megzenésített versekkel várt a közönségét a Kulturhakni zenekar. Játékos sportversenyt szerveztek a fogyatékkal élőknek a Vasariban. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Április 18-án csütörtök este a Tatai Televízió napi híradóját látták. A képernyő alján olvasható elérhetőségeinken a későbbiekben is várjuk észrevételeiket, javaslataikat. Én szép estét kívánok Önöknek, és tartsanak velünk holnap este is. Viszontlátásra!